Figyelem, a streamer felkészületlen, és mégis játszani fog egy játékkal, amiben pont az újdonságok érdeklik. A Brotate-ot fogjuk újra elővenni, ami még mindig demo. Ami még mindig demo, viszont kapott tegnap előtt egy nagyobb update-et. Ha minden igaz, ez az update, a június 13-ai update, ez a Steam Next Fest-re készült, és itt szeretnék nektek elmondani azt, hogy nagyjából mennyibe is fog kerülni a játék. Látjátok, 3, illetve 5 dollár közé sorolják, és a teljes megjelenés pedig a következő pár hónapra mondják. Jött új content, balanszoltak dolgokat, weapon kombinációs rendszer jött, weapon setek, új trétek, új fegyverek, új itemek, és 2 új wave, meg természetesen sokkal több dolog. Oké, kaptunk egy új statot, a harvestinget. Materiált és XP-t ad a kör végén. Fel lehet recycle-ölni a fegyvereket. Aha, tehát a 25%, tehát az értékének a 25%-át visszakapjuk a fegyvernél. És vannak weapon setek. Primitive, Blade, Unarmed, Elemental, Gun. És bónuszokat adnak. Ha több féle fegyvered van egy setből, akkor ez bónuszt ad. És 2 fegyver kombinálható egy erősebbé, egy ritkább verzió, ritkább fegyver verzióvá. Wow. Oké, a balanszokat azokat annyira nem nézzük meg. De ahogy látom, itt nagyon sok minden nem változtattak. Tehát például a mutáns az 50% XP szerzés helyett 200%-os. Elég komoly. A One Armed is például nagyon tetszett. A One Armed ugye az, akinek csak egy fegyvere lehet. Úgyhogy annyira nem néztük meg, hogy mi jött a Pécsi nótába. De hogyha ti esetleg követitek a játékot, és én valamit kihagytam, nyugodtan mondhatjátok, én most csak szimplán élvezni akarom a játékot, és megnézni a főbb újdonságokat. Ez a terv. Be is kapcsolom gyorsan a kontrollert, ha már ilyen lassan indul el a Brotato. Bár ahogy látom, nem lassan indul el a Brotato, hanem nincs letöltve. Az elképzelhető, hogy nincs letöltve? Vagy csak a frissítés nincs letöltve? Igen, mert hogy le van töltve, nézzétek csak. Ott van. Úgy! Kelvin, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia, szép napot neked. Aha. Azt hiszem, hogy a hangot azt lejjebb kell venni, mert mindjárt kiszakad a dopártyátok. Ez az. Screen shake, mouse only. Bár azt hiszem, hogy ezt pont egérbillentyűzettel játszottam. Azt mondja, hogy mazoista, pacifista. A Ranger például nekem nagyon tetszett. Nézzük meg a One Armed-ot. Azt nézzétek. Van fist, van hand. A hand az egy új dolog, ahogy emlékszem. A knife meg a rock az volt, stick és torch is volt, valamint itt volt double barrel shotgununk is, pisztolyunk, SMG-nk, teaserünk, a wand, a lightning, shiv és a cacti klub az újdonság. Nézzük meg a wandot. Burning damage-et okoz. Cacti klub. Na várjunk, tehát hogyha mondjuk én azt mondom, hogy well-rounded, oké, akkor ugyanúgy mutatja ezeket. Szóval, hát nem is tudom. Attack speed, cooldown, aha. Tehát akkor mondjuk a cacti klub az mehet. Valami lassú cooldownunk. A shotival biztos menő lenne. Na jó, nézzük meg ezt az új fegyvert, srácok. Amúgy nem olvastam el, hogy mit tud a kakti. Ahogy látom,
ahogyha valakit eltalál, akkor így ilyen projectile-ok jönnek ki belőlem. Azt mondja, hogy melee damage plusz 2, 4% dodge, meg max HP. Hát jön a dodge. Burning damage-et tudunk okozni, viszont az accuracy minusz 2%-ot kap. Aha. Haunting trophy, HP regenből minusz. Viszont plusz egy materiál, hogyha crit-tel ölünk meg valakit. Jó. Én azt mondom, hogy ez így jó lesz. Milyen feje lett a karakterünknek? Égető sebzés mehet. Üdv mindenkinek, srácok. Aki esetleg Siege-et várt volna, hát annak szeretném mondani, hogy megtörténtek a besorolások. Au. És azt is elmondtam a Siege végén, hogy mikor lesz legközelebb Siege. 4% damage, triceps, illetve range. A range az szerintem jól jön a melee-nek. De nem cserélhetünk fegyvert. Max, hogyha eladtuk. A torcs 2 az amúgy király lenne, de... Hát na, még gyűjtögetnünk kell. Mondjuk most a weapon seteket pont nem próbáljuk ki a vanámdal. Amúgy, csak mondom. Level up! Ding, ding, au! Harminc range plusz elemental damage, mehet a range. Illetve még egy szintet léptünk, úgyhogy mehet egy kis speed. A materiálok 10%-ával kezdünk. Ez meg mi ez? Nagyon szépen köszönöm. 15 eurónyi támogatásodat, hozzájárulásodat. Köszi szépen, igazán rendes tőled. Szóval 10% pénzt kapunk a kör elején. Ez pedig melee plusz range damage, de nem kap... Tehát, hogy a HP regent azt elbukjuk. Hát én most még innen se akarunk semmit. Mert innen se akarok semmit. Ez mi volt? Ja, leköp... Tényleg, mert ő köpni tud. A szemétje. A negyedik hullámnál már vannak ezek a köpős szemetek. Nyugodtan válaszoljatok ám Zsoldos Pite kérdésére. Már ha van itt valaki Zsoldos Pitén kívül, ha tudja erre a választ. Ó, Scott, nagyon szépen köszönöm. Köszi a helpet. Na, 215 pénz, ez azt jelenti, hogy tudunk kérni crit chance-t, mert szintet léptünk, illetve a Cacti Club 2-t. Na, itt nyomunk egy recycle-t, és megveszünk a Cacti Club 2-t. Huszakat támad a Cacti Club 2. Au. És a szétrobbanás az plusz, az egy egyes sebzés. Új, nem is tudom, hogy sikerült megmenekültem, Jézusom, nagyon vannak. Lehet, hogy ennek a ránnak ennyi. Ebbe ennyi fér bele? Igen. Ez némi változást a sebzésben? Na majd most. Hát ezzel eddig jutottunk, semmi gond. Azt mondom nektek, hogy
Elemental fegyverrel kéne menni. Elemental damage. Jó. Na, 8 elemental damage. Elvileg ezek, ha innen valami nem az, de a Wand az az például. Lightning Sheev. Na tessék. Legalább kezdhetünk ezzel. Ő krumpli. Nem tojás. Bármennyire is csalóka kinézen. Igen, a hagyma az mindenféleképpen sokat jelent. Veszünk egy torcsot. Már csak azt kéne megnézni, hogy milyen bónuszokat kapunk a weapon set miatt. Mondjuk, ez nem biztos, hogy weapon set. Torcs nem biztos, hogy vannak. Wand osztályba tartozik. No offense, elég potéton megy a játék. Lifesteal? Az nagyon kevés. HP regen? Legyen HP regen. Elemental damage. Crit damage. Harvesting. Mert ilyenünk még nem volt. 6 max HP, meg van a teaser is. Teaser. Na és még az elementál sebzés, az égetés, igaz? És a villámos sebzés az... Aha, én nem nagyon látok például villámos sebzést. Az akkor jön, hogyha valakit eltalálok. Ott eltaláltak a végén. Crit chance, na az mondjuk jöhet, bár az elemental damage-re nem tudom ez mennyire lesz hatással. Damage és minus range. Egy tézen. Hát érdemes ilyen kivételek közé tenni a Siege-nek a mappáját, Dunyuska, és akkor nem fogsz ilyenbe belefutni, hogy a vírusírtó az megfogja a játékodat, hogy ne tudjon lefrissíteni. Nyugodtan. Igazából ennek a mágusnak a torcs vagy a Wand az, ami... A Wandot még ki kéne próbálni, hogy milyen. Mi a még egy kis crit chance? Azt mondja, hogy accuracy, armor, max HP. Max HP jöhet. Melee damage, minus range. Ajaj. Éppen sikerült kiszöknem. Csak nem Tarkovval. Nagyon kevésszer kapcsol ennek a Lightning Sheave-nek a képessége. Ajaj. Na ez itt sok pénz. Ott van ilyen pénzes fa is. Kettő HP, 26. Ajaj, hova? Jó. Crit chance, elemental damage. HP regen, 3-as HP regen. 8 a max HP-hoz, és torch.
meg van hand is, plusz hat a harvestinghez. Meg kéne nézni, mi az a harvesting. Veszünk egy ilyet. Mi baj lehet? Ó, nagyon akarnak. Hatos wave, ez talán több, mint az legutóbb. Au. A chargeolós szemetek. Megjöttek a chargeolós szemetek. Hát ez egy ilyen nagyon össze-vissza build, amit most nyomunk. Semmiféleképp nem mondanám azt, hogy ez követendő. Hú, 90 pénz maradt a földön. Attack speed, na az mondjuk jól jön. Ez a harvesting ez. Mi lehet ez a harvesting stat vajon? Jó, menjünk tovább, mert vagy rolloljunk. Insanity. Még egy roll. Na tessék, rakétavető. Na hát ezt itt... kombinálás. Ó! Aha, szóval, hogy így kell érteni a kombinálást. Na, egyes dam, egyes crit. 110-es range. 1-17. Ah, tehát az elemental damage kétszer, itt ez most már kétszer bounce-ol és 19-es damot nyom. Jó, és én kikérem a rakétavetőt, mert ennyire menő vagyok. Szóval így lehet kombinálni, értem, értem. Nagyobb rarityt lehet összehozni. Aha, aha. Na most már értjük, hogy hogy van ez a kombinálás. De úgy érzem, hogy erre későn jöttünk rá. Au, 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 au. Nagyon fáj. Au. Jó, semmi gond, semmi gond. Most már ezt így tudjuk. Hát akkor... Loud. 30%-kal több adam, és 50%-kal több az enemy. Na, akkor... Van itt olyan, aki ilyen stick build, a stick build-es. Azaz, a savage. Lifesteal-je van. Mondjuk annál van menőbb is. Unique weaponér attack speed-et kap a warrior. Wow. Elemental damage. A rangernek nem lehet melee weaponje. Jó, van armadot nem nyomjuk. Chunky. 200%-os XP gain. Hát akkor... Nem tudom amúgy. Legyen a loud. És a bot build. Ugye minél több bot van nálunk, annál több lesz a dam. Azt hiszem beszoroltunk, de már jobban vagyunk. 50-et azért összeszedtünk. Crit damage 4% dam. Max HP. Tyha. Baby elefánt. A shoti kell. Majd eladjuk. De kell a shoti. Ott a pénzes fa. Au, au, au.
puha, és pont kiadtuk a pénzeket, a fat lootot. Lifesteal luck. Harvesting. Ez a renékes bizonyíték, hogy akinek potétón megy a játék, azok ráfagyalodnak a bot használatára. Szegényén. Na, a teasernek elemental damage-e van. Hát ki kell kérni a pisztolyt. Az elemental damage-ből pedig elveszünk. Hali ingyenes a game? Persze. Demo. A demo általában ingyenes. Itt valami kevés. Hol vannak a botok? Hogy lesz így jó a bot build? Au. Au. Ujjjj, ujjjj, ujjjj. Ott, ott a pénzek. Oké. Okay. Fat loot big money, meg ilyenek. Na, megoldodott? Na, örülök, dunyoska. Oké, okay, még kérünk lákot. Crit chance jöhet. Ha de miért? Miért rockot ad nekünk? Spear! Ott van. És kikérjük a pisztolyt is, hogy könnyebben haladjunk. Negyedik wave-be azért 5 fegyverrel már szépen lehet haladni. Ha látjátok, most már azért darálás van, igaz, hogy ez nem fog sokáig tartani, de legalább van darálás. Szia kakaó, dobozos kakaó. Na még 10 másodperc. Láda. Na, kaptunk szemüveget, mínusz 1 a life steal-hez, de plusz range és accuracy, illetve attack speed. És még accuracy. Meg harvesting. Húha. Megyen ő kireszi. Igaz, hogy 100%-on vagyunk. Ó, rakétavető, kettes rakétavető. Ha, gyere. Nem is figyeltem amúgy. A rakétavetőnek elementál damage-e van? 130-at vitel. Minus lifesteal sebez? Nem, csak hogyha lifesteal kéne, akkor ugye azt újra össze kell hozni a százalékokat. Hát igen. Minus 1 lett a HP-m, tehát az örök élet. Hát ez szívás, srácok. Na mit nézzünk meg? A Ranger-t? Ranger pisztolyal vagy SMG-vel? Négy pénz, attack speed, crit damage. És tudunk venni még egy SMG-t. 25% eséllyel éget a sebzésünk. Kár, hogy ezt most nem tudjuk megvenni. Öt HP van.
mert majd a maxi SMG build. Elég lákod, akkor már epic fegyókat is vehetsz. Nice. Köszi Boybelot. Lifesteal, melee damage. Viszont attack speed, SMG, nagyon jó. 5% damage, 10%-kal több enemy. Az de jó lett volna, na mindegy, akkor ezt is kihagyjuk. Jó lenne ilyen elemental damage-et applikálni ezzel a fegyverrel. Azért darál az SMG, nem? Év van? Nem emlékszem már. Most, hogy nem egyet sebe, sokkal használhatom. Ja, én úgy emlékszem, én is úgy emlékeztem, hogy egyet sebez. De mondom, nem akarok hülyeséget mondani. Harvesting. Ó, basszus, de jó lenne tudni, hogy mit tud ez a harvesting. Kávé. Az ebbe a buildbe jól jön. Plusz egy range damage és plusz egy elemental damage. Jó. Úgy sincs nagy sebzésünk, tehát hogyha attack speedet növelünk, az csak jó. Emlékszem, hogy egyes, tehát hogy az SMG-vel kezdeni a Ranger-re borzalmas volt. Még pár hete. Nagyon jó. Ez a darálás brutális most. Ez szerintem eddig a legjobb. Legjobb ránunk. Csak mert ilyen rohadt jó damolás van. Elemental damage, rolloljunk itt egy olyat, hogy 8% speed, jöhet az attack speed is, és akkor kérünk még egy SMG-t, meg még kávét. Na nézzük, 5. kör, ez már nagyon combos. Az 5. kör, vagy a 6. volt az? Már nem emlékszem. Az előző, ahol tartottunk, az már nagyon kemény volt. És most gondoljatok bele, hogy tudok még kombinálni fegyvereket is, tehát az SMG még lehet erősebb, gyorsabb, és a többi. Milyen jó lenne tüzet applikálni a lövésünkkel. Hogy ennyi pénzt fel tudok szedni. Az oltáni nagy szerencs. Ez az elemental damage az új burning damage? Igen, mert most már nem csak burning van, hanem ilyen lighting sebzés is. Manuálisan ősz, hogy magától lő. Magától lő. Accuracy 12%, crit damage 2%. Ezt rollolunk egyet, bár az lila volt, láttam. Range damage. Na tessék, tudunk kérni. Ez nagyon jó. Na jó, hát akkor nyomjunk egy kombinálást. Lett egy rare fegyverünk, és ki tudjuk kérni a Rocket Launchert, meg az SMG-t is. Tehát van 2 rare SMG-m, és az a különbség, nem tudom mi az a 6-ot mögötte. Mi lehet az a 6-ot mögötte? A damage-nél 9, és a 6 az mi lehet? A kritikálnál 14, az, hogy megnöveltem a sebzést, másod sebzés. Nem tudom, hogy ezt hogyan kell érteni.
Vagy lehet, hogy amit elsőnek mutat zölddel, azok az érvényes statok, ami szürke, az pedig az alap. Valami ilyet oda kell képzelni. Na nézzük, hatodik kör. A szürke az alap, aha. Ahogy látom, ez a kék sebzés, ez valószínűleg az elementál lesz, amit a rakéta vető nyom. 101-es kit. Holy, holy! SMG gárlik. Na jó, de itt most már nem számít, hogyha nyerünk, mert már én itt ebben a játékban már nyertem. Minus range. De plusz XP. Adjad. Plusz range. Jó, hát most vissza is kapjuk. Plusz armor, minus damage. Aha. Hát roll. Acid. Speed range a beanie-vel. Roll. Ukac. Accuracy, damage. 12% damage. Hát szerintem ez annyira nem kell ebbe a buildbe, de most így... Ja, hát akkor nem veszünk ki semmit. Vagy lehet itt lockolni is, de... Mit lockol? Tessék, rányomtam, hogy lock. Megnézzük, az mit csinál. Na mindjárt olvasom, hogy mit írt Scott. Na, valószínűleg azt csinálja, hogy a következő körben is ott lesz, amit így most szereztünk. De megnézzük. Kéne valami max HP, mert az, hogy itt 5 HP-val mászkálok, az nem túl jó. Na hát erről beszélek, igen. És most már nem tudjuk. Mivel az SMG-nél ott van, hogy a range damage 65% az számít csak neked, az 5 egész... az 5. 6 plusz 5,6 plusz 5-ször 0,65 kerekítve 9. Értem. Aha, megvan. Tehát az SMG az gyengébb, világos. Oké, akkor most nézzük meg ugyanezt, csak nem SMG-vel, hanem pisztollyal. Mert annál nincsen ilyen hátulütő. Ugye ez pierce-elő lövést csinál. Au. Azért 50-et összeszedtünk. Range. Hát jöjjön. Lifesteal minus harvesting. Oké, még egy pisztoly. Két pisztoly. Szuper lenne, hogyha tudnám, hogy melyik stat mit csinál pontosan. Bár lehet a patch notes-ba benne van. Azt olvastam, hogy új stat jön, de hogy... Micsoda, azt már el is felejtettem. Oké, tehát amíg nem lépünk szintet egy wave-be, addig plusz XP-t, kétszeres XP-nk van. Harvest a pick-up rate? Lehet. Ezt felvesszük. Oké. Szia, Dunyuska, köszi, hogy itt voltál. Ó, és a pircelő sebzés az fele annyit sebez. Értem.
Tűha. Kéne valami HP. Na, tessék. Csak kérni kellett. Wow. SMG. Jó, jöjjön. Kör végén számít a harvesting, aha. Igen, akkor tényleg olvastam. Igen, az a gond, hogy a max HP növelés az... tehát, hogy az nem úgy működik, mint a többi karakternél, tehát itt fele annyi HP-t kapunk ezzel a karakterrel. Azt írja a játék, hogy adok neked 4-et, és ezzel a Rangerrel ő ad nekünk 2-t. Range damage, elemental damage, minus speed. Jó. Accuracy. Jó, legyen ez accuracy. Fuel tank, attack speed, range damage plusz range, minus 4 attack speed. Azt majd visszaszerezzük, mit szóltok. Úristen, ez nagyon necces volt. Oké. Fából visszaszedtük a HP-t. Két HP. Ez a kevés HP, ez nagyon zavaró. Range damage, na az jöhet. Lifesteal? Hát azzal nem tudom mit csináljak. Na tessék, 18% attack speed, ez very big. Veszünk egy pisztolyt, és akkor kombinálunk. Double the value of pickup material, 20 luck. Minusz 4% damage. Aha. Egy SMG kombinálás. Jó, veszünk egy SMG-t. Jó, na hadd szóljon. Azt hiszem kombináltunk egy pisztolyt. Így van, meg egy SMG-t. Úgy néz ki, hogy a hatodik évig addig így jók vagyunk. Nem nagyon jók, de jók vagyunk. Kevés lesz egyébként a sebzés. Crit damage. Minusz 800, ezt el kell, hogy dobjuk. Oh, na ez. A néző patchben a shoti jobb volt szerintem, mint az SMG. Aha. Crit chance. 8%. Max HP. Az a gond, hogy az sima max HP. Ez annyira nem jó. Ezt viszont rollolni kell.
HP regen, a 6 max HP, tehát akkor 3-at fogunk kapni. Így van. És itt mennyit vesztünk? 2-t. Jó, akkor egy kombinálás. Jó, hát innen most már nem tudunk. Az nagyon jó lett volna, az a Scared Sausage, de hát azt nem tudjuk kivenni. 7-es vév. Tényleg lokkolni kellett volna, ja. Jogos. Teljesen jogos. Ja. Tizedik szint. Kéne egy olyan kört is nyomni, ahol így a Harvestre megyünk rá, vagy ahol a Lákra megyünk rá. Kipróbálgatni ezeket a statokat. Azért nem kaptam sok HP-t, mert ugye a hatot kértem, 3-at kaptam, 3-at adtam, 2-t buktam. Cyber Ball. Na ott van, 5% damage. Jó, hát nézzük meg. Na, a 8. évig, ahogy látom, nem jutottunk, mert ezek a nagyok már nem rémlenek. Nem akartak charge-olni. De azt sem tudom, hogy milyen bónuszokat kapunk ebből a setből, hogy én most ilyen távolságival nyomom. Pedig elvileg van bónusz. Az mennyi volt? Az a nagy darab, az elég durván sem. Ah, nem. No. Oké. Okay. Bleed weapon. Pacifista minusz 100% damage. Tessék. Tessék, pacifista mehet, mit szóltok? Ja, a vanámdot azt szerettem. Nincs valami opció a főmenübe? Lehet, hogy ezt nem gondoltam át. Aha. Látom, minden egyet sebez. Harvesting, mert a Harvesting. Hát nem tudom, srácok. Nem tudom, ez...
Ez a leránnal mi a cél? Azon kívül, hogy túl kell élni. HP és harvesting. Erre megyünk rá. Még a fát sem tudjuk szétszedni. Au, au. Az biztos jó egyébként, biztos jó. Unique weapon, tehát warrior minusz 30% attack speeddel kezd, viszont mill is, ahogy látom mill is. Mini fegyverek kellenek neki, és minden különleges fegyverért kap minden olyan fegyverére, ami nem olyan, mint a többi, kap 15%-ot, viszont minusz 80 lákja van. Úgy érzem, hogy ezt megváltoztatták. Hát akkor nem tudom, kezdjünk a spirrel. És egy olyan fegyvert kell szerezni, következő körbe. Milyen eddig nem volt. Jó. 47, ez nem a legjobb. Damage-et kérünk, vagy nem is tudom, damage, igen, és akkor kérünk egy... a sneak az nagyon jó. Az nagyon jó tudsz. Szóval legyen a stick. Minusz 3 max HP, gyere. Lehet kombinálni amúgy a sticket spear-é, vagy mire gondolsz? Egyelőre attack speedet akarok növelni. És ahogy látom, kettővel többet seb ez a spearünk. Ez valószínűleg azért van, mert a hasonló osztályból való fegyverekkel játszok. Ezt elrolloljuk, 4% damot kérünk, és akkor kikérünk még egy sticket. Nem, hanem ha a spirrel kezdesz és spirt ad, akkor azzal is kiveheted, mert kombinálva már egyedi lesz. Ja, értem, mire gondolsz. Ez hasonló, mint a Crimson Land anno? Szia, Gokárdon, nem vágom, hogy az milyen. Aha. Még egyel több lett a Spearnek a sebzése. Nem hallottam még róla, de érdekesen hangzik. 108, crit chance, range damage. Mert a crit chance. Luck. Oho. De az durva, mindössze 72-es luckkal ezt így beadta. Hát most nem tudom, hogy... Ennyivel sebez majd többet a spearünk, a sima spearünk. 23-at sebzett, ahogy láttam. Hát akkor ezek szerint már arra is van bónusz, hogy ugye hasonló típusú fegyvereket használok. Ugye ez a set bónusz. Au. Még jónak néz ki a game. Jó cucc, csak még ugye demo. De most jött hozzá content update a Steam Next Fest miatt. Na, sok pénzünk lett most. Crit chance, range damage. Ez a crit chance. Arra raktam. Nem tudom akkor mire raktam. Speedre?
Nem tudom. Vagy a Creed Johnson eddig még nem volt. Na jó, jöjjön a Lightning Shiv. És akkor kombinálunk egy sticket. És kikérjük a... Rollol, a rollt. ja, akkor még egy spirit. Hát ez nem biztos, hogy a legjobb döntésünk volt, de már 6 fegyverünk van legalább. Attack speed kéne. Nagyon király, hogy 27 HP-n van, ezt tetszik. Ha ne valami limit van, igen, igen, van vége a köröknek. De például bossok nincsenek. Szemetek. Például most a sinket kombinálnod kellett volna, hogy nagyobb legyen az attack speed-e cserébe, ugye némi buksz némi sebzést, aha. Ökjüresszi mini fegyvereknek nem kell, úgyhogy a lencsét eldobjuk. Ezt itt rolloljuk, és akkor kapunk attack speed-et, meg kapunk még damage-et, 100% damage-et. Armor és harvesting pluszban, mini damage és a range-et bukjuk, tehát a mastery az kell. Harvesting minusz milli damage. Na most azt lehet csinálni, hogy kombózom a spirit. Még tovább. És kikérjük a torcsot, meg rollolunk egyet. És akkor van még wandunk is, ugye? Nem, mert az elementál. Francba. Hát akkor most kevesebb fegyverünk van, cserébe a spirünk erős. Illetve lett egy új fegyverünk, a torcs, tehát gyorsabbak vagyunk 15%-kal. Lehet, hogy ez elég, de nem biztos. Aha, viszont valamitől buktam HP-t. Mitől buktam HP-t? 5 HP-t buktam. Ki az, aki szemfüles és tudja, hogy miért? Ja, nem az a gond, hogy elementál, hanem az, hogy range the wand. Jogos, jogos. Abszolút jogos, Scott. És a HP-t miért buktuk? Mármint a max HP-t. Tehát, hogy 27 volt a max HP-m, és most már csak 22. Ne, utolsó pillanatban, basszus! Na jó, nézzük meg ezt még egyszer. Au. Hát most 10 van. Attack speed. Knife. Hát inkább egy spirit veszünk ki. Bár nem leszünk gyorsabbak természetesen. Aha, nézzétek, csak a spear adott 5-öt. Akkor lehet, hogy ez a warriornak valami tulajdonsága, hogy nem csak attack speedet kapunk, hanem max HP-t. Minél több foglalt kezünk van. Hipre. Max HP. És akkor kikérünk... Hát, a sticket kell. A sticket kell kikérni. Az attack speed miatt. Ha. Oké. Okay.
Oké, a szintlépés már megvan. Level 3. Oké. Level 4 is meg lett közben. Kire lenne a fácét csapni? Jó. Hát, ha van benne loot. Dodge a crit chance, accuracy. Jó, attack speed legalább, melee damage, az is nagyon jó. Jó. Égetés. Tudunk égetést okozni. Utána a kígyó kell, ami terjeszti az égetést. Meg attack speed. A támadásaink 25% eséllyel égetést is okoznak. Jó. Ezt most még csak most kezdtem el játszani, de már is 5 óra. Attack speed, jöhet. Hammer, wow! Jó, kell a hammer. Az eltérő fegyverek ugye attack speedet adnak. Aztán ez még egy fejlett hammer is. 57-et sebez. A kritel értem, persze. Még mindig kell attack speed. Ez még mindig kevés. Itt már kezdett sok lenni. Range damage. Damage, százalék damage. HP regen. Kérünk egy HP regent. Van crit chance-unk is. Dodge, minus armor. Max HP, minus dodge. Fist. Tessék. Ebben most nagyon gyorsak vagyunk. 107-es crit. Hatodik wave. Lassan kezd durvulni a játék. A hammer nagyon szépeket sebez, azt nézem. Újúj, rám csúsztak. Most jöhetne a fa. Szia farkas kölyök, szia Zoli, igen, ez a játék ingyenes, igen. Érünk max HP-t. És attack speedet. Elemental damage, crit damage 15%. Hát, ne haragudj. Jó, hát végül is azt lehet csinálni, hogy kombinálunk. Veszünk egy hand 2-t. Nagyon jó, és ki se kell vennem, úgy is fejlődik.
Jó, mi kértünk melee damage-et. Megvettek a besorolóink, úgyhogy annak örülök, a farkaskölyök. Abban a szempontból jól telt a nap. Abban a szempontból rosszul, hogy a meccsek azok annyira nem voltak jó. Leszámítva az elsőt, az nagyon élvezetes volt. Nagyon sok enemi van. Mi történik itt, kérem szépen? 400 pénz asztalat. Milli damage 6. Fuel tank. Milli damage range, igen. Gyorsabb égetés. Na tessék. Jól van. Gyorsabban ég az enemy most, ha applikáljuk rá az égetést. Az égetésnek a terjedését is még rájuk kéne rakni. Úgy lesz majd az igazi. Ajaj, az a nagy darab, az rám jött 12-t sebzett. Azt hiszem az előző körben meg 12 HP-n volt, az azért fájt ennyire. Az, hogy rám csúszott a nagy darab. Megvan a szintlépés. Sok pénz maradt lent a földön. Life steal, crit damage, rollolunk egyet, és akkor attack speed. Life steal-ből minusz 1, harvesting 8, roll. Még egy roll. Accuracy minusz 4, viszont damage 12%. Jó. Egy szemű lettem. Kilencedik wave. Hoppácska, ott hagytam, hogy rám csúszanak, mármint, hogy rám csúsztak véletlenül, ajaj, nagyon nagy a gond, kéne egy fa. Jó. Sok pénz maradt lent a földön. Lifesteal, melee damage, armor. Lack, attack speed. Na jó, hát az attack... Legyen a lack. Legyen a lack. És akkor tudunk kérni egy handet. Max HP damage, HP regen, minus lack. Melee damage, max HP, minus range. Az egyik fegyverem már epic. És ez a tizedik wave. Kíváncsi vagyok, meddig jutunk, srácok. Húha. Még kéne az attack speed. Au. Ajaj, jó. Hát eddig jutottunk.
hát ez ennyi, ez ennyi. Ebben ennyi fér bele, srácok. Hú. Na nézzük a Wandot. Ugye ő terjeszti az égést. Most még jobb égetős buildet lehet összehozni. Egy SMG is jó rám. Hát akkor kérünk egy lákot. Lightning Shiv. Torcs. Jó. Igen, srácok, ez egy ingyenes játék, mert még csak a demója elérhető. De amúgy meg nem ingyenes lesz. Tehát, hogy ez egy fizetős játék. De most a demójával játszom. Az nekünk most nem kell, rollolunk egyet. Millidem is szintén nem kell, úgyhogy mi kérünk max HP-t. Pickup range minusz max HP. Jó. Valami olyan módosító kell, ami így az égetésünkre lesz hatással. És hogy mondjuk gyorsabban tikkel. Hogy kiöltötte a nyelvét a karakterünk. Mint hogyha lebén volt volna. Jújúj. 4 HP. Lancban. Jó, hát akkor lákot kérünk meg, max HP-t. HP regen minus lifesteal, még egy wand. Rakétavető. Ne szivasi játék. Hát akkor kikérjük a wandot. Nem adta most az RNG. Na majd a fejlesztett van, milyen jó lesz. Nekem már önmagában tetszik ez a mágus karakter. Szeretek így dotolni. Terjedő dotolás. Afilog gameplay. Mára valakinek ez mond valamit. Ez az. Na, 141-nél járunk. Harvesting plusz 10. Elemental damage plusz 2. Hoppácska! Jó, hát többet nem tudunk rollolni. Nem, egyelőre nem kombinálunk. Azaz, farkaska, én imádtam. Nem jött semmi, ami így az égetésre lenne hatással.
két ládikó. Tök jó. Azok mondta, a piercelés az itt nem számít semmit. Kritálni meg szintén nem fogunk szerintem az elemental damage-el, úgyhogy ezt így szintén eldobjuk. Max HP elemental damage, én azt mondom, hogy egy roll. Még egy roll. Még egy roll. Szuper. És akkor HP regen. Jó. Small magazine. Range damage, attack speed, minusz 6% HP. A small magazine elég király. Jó, kérünk egy torcsot. Biztosan biztos. Jó. Hatodik wave, nagyon, ide nagyon kevesek vagyunk. Nem csodálkoznék, srácok, hogyha ez ennyi lenne. Próbálok szépen kerülgetni, dodzsolgatni, fájtolni az elemet. Látom, el is találtak. Ajaj. Látszok, nagyon rosszul mozogtam. Mi a fene? Még egy. Én azt mondom, ez az utolsó. Már nehéz. Nehéz letenni, srácok, a lantot. Főleg, ha dotolós karakterrel játszok. Az itemeket elvileg a kör végén odaadja, esetleg nem vetted fel, legalábbis korábban így ment. Hát nem kör végén adja oda, hanem a következő kör elején, zacskóba. Mármint, hogy így úgy megy, hogy amit nem veszel fel, az bekerül egy zacsiba, és a zacsiból a mobok újra ki fogják neked dobni, tehát felvelted. Ja, ládákat? Na, azt nem figyeltem. Azt nem figyeltem, hogy a ládáknál ez hogy működik. Ez jó info, köszi. Oké, megvan az első level up-unk. Én olyan mágus vagyok, aki két pálcával nyomja. Féregen? Egy roll. Borzalmas lett. Black! Jó. Még egyet rollolunk ezen. Elemental damage. Range, tessék. Hűha. Jó, hát akkor kikérjük ezt is. Na, tehát akkor nem kell görcsösen erőlködni, hogy meglegyen a láda. Értem. Köszi! De szerettem a... Annyit mondod itt az alfilókhoz, lehet, hogy következő kiekben majd alfilókozunk. Alkaskajak. Amikor nem paladinoztam, akkor azokat a kiegeket olyan szívesen nyomtam. Mármint, hogy amikor először paladinoztam a mob, az nagyon tetszett. Aztán utána nem is tudom már melyik volt, amiben. Melyik kiegészítő volt az, amikor a hordások ilyen raptor mountot kaptak, hogyha elővásárolták a valamelyik kiegészítőt, és ilyen maja templomba volt a bázis, az melyik volt? Valaki emlékszik? Jól körülírtam, mi? 10% damage, hogyha egy helybe állunk. Aha. Roll. Zsák. 30 materiál, hogyha egy ládát veszünk fel. BFA? Ó, köszi szépen, Durantó. Akkor BFA. Azt szerettem.
azt nézzétek, hogy nyomom itt a varázslatokat. Applikálom, applikálom. Adottot én applikálom. Örülök, hogy behozták ezt a kombinálást. Most az egyik pálcámból tudok csinálni egy kéket majd, ha akarok persze. Egyelőre nem akarok, majd hogyha meg lesz a 6 fegyver. Na. Minusz egy armor, plusz 15 harvesting jöhet. Attack speed is jöhet egyébként. Még egy utolsó wand. Damage, elemental damage, mini damage, minusz 2 harvesting. Az a gond, hogy a sneak az ennek a buildnek nem kell, viszont ez nagyon jól jött. Ki tudjuk venni a lightning shivet. Igen, Dumbledore-ral vagyunk. A sneak az annak a karakternek kell, aki nem a mágus. Mert hogy a mágus alapból sneak-el. Múltkor megtanította nekünk ezt Scott. Mágus alapból pársza szájú. Alapból van neki egy naginie. A dotonással csak az a gond, az a nagy gond, hogy először az enemyhez így hozzáér egy egyes sebzés, és az úgy ennyi. Meghalni az egyes sebzés után fog meghalni. Na mindjárt olvasom, amit írtál, farkaskölyök. Shadow-t kinyomtuk annó, de ott is hagytuk, mert semmi content nem jött hozzá se folytatás. Oh. Kettő elemental damage az annyira kevés, nem? Attack speed, range damage, egy roll, accuracy. Még egy. Kűha, jó, akkor legyen lifesteal, tessék. És HP regen is, meg lifesteal is. 5% damage, HP regen, minusz luck. Aha, tehát ide akkor inkább HP kéne. Tessék, veszünk egy ilyet. Meg még egy ilyet. Még egyet rollolok akkor. Attack speed az ilyet, mert damage-ünk nincsen. Két nagyon durva vandom van most már. 5 pálcával nyomom. Meg egy tőrrel. Megtetett a géges? Nem, Zenha. Meg lett a besorolás. Jó ég! Miért? Miért? Na ez lesz az utolsó. Ez most már tényleg az utolsó lesz. Emlékeztek, hogy legutóbb is ezt csináltam? Egy órával többet játszottam a Brotato-val. Mint amennyit terveztem. Az utolsó. Max HP. Wand. Shiv. Kész. A híres utolsó körök, ugye? Na még egyet. Hát a következő kiegészítőben szeretnék rédelni is, úgyhogy remélhetőleg az majd összejön. Farkaskölyök. A harmadik körben 4 fegyver, 5 fegyver az szerintem egy jó kezdet.
plusz. Ám IT pluszokat, azokat szeretem. De Raid az olyan dolog, amiben már rég kóstoltam bele. Accuracy, lag. Legyen a lag. Range damage, crit chance. Jó, lag. És akkor kérünk egy wandot, és akkor ennyi. Na, most megnézzük ezt a ládás dolgot. Megpróbálom nem felvenni. Kettő láda. Very big. Tényleg behúztam, nagyon jó. Köszi az infót. Heal-el egy HP-t az aranyos majom, amikor egy materiált felveszünk, jöhet. Projektálunk Pierce-el egy enemin. Hát végül is a terjedés miatt jól jöhet, nem? Nem tudom. Csak jó, nem? Lehet még egy aranyos majmunk. Pickup range a max HP-nkból megy. Még egy bandunk lát. 20 lack, egy elemental damage-ért. Let's go! Let's go! Hát akkor most nagyon szerencsés leszek? Amúgy kéne range például. Távolabbról égjen az enemy. Aha, én úgy látom, hogy a pierce az... Ugye van piercünk? Igen, van piercünk. Úgy látom, hogy a pierce az itt például segített. Aha. Na, a pierce itt a tűz terjesztésnél egy nagyon jó dolog volt. Egy nagyon jó ötlet volt. Ha én ezt hamarabb tudtam volna, hogy ez a pierce-elés ilyen jó. Ma nem jó ját. Jó. Crit damage. Az a helyzet, hogy ez nem tudom, hogy ez mennyire fog érződni. Na tessék, harvesting. Meg lifesteal? Jó, jöjjön a lifesteal. Ez is jött. Attack speed jöhet. Elemental damage, ó, ez is jöhet. A fuel tank. Na hát kíváncsi vagyok, hogy ez így jól néz ki a karakterünk. 22-t tikkel az égetés, már csak tényleg módosító kell, hogy még gyorsabban tikkeljen. Azt nem tudom, hogy a villámlás az például terjeszti a tüzet. Kéne, nem? A HP-m az még mindig nagyon kevés. Bejöttünk középre a pénzért. Úgyhogy sikerült is felvenni. Jó. Szia, nevem ez. Range, ugye azt beszéltük. Attack speed is jó. Lifesteal minus elemental damage. Na tessék, és lokkolni kell.
Look, ott. Eye surgery, az kell nekünk. Gyorsabb lesz az égetés. Hát tudom, hogy valaki bekészített, hogy lokkolj ilyen tör, lokkolj! Remélem, hogy ezt a kört túléljük. Utána már kéne a max HP. Mázni, hogy az XP nem tűnik el a földre. Az nagyon nagy mázni. Gyűha, gyűha, jajaj, az nagy-nagy probléma, valami tízet sebzett rám. Azt sem tudom, hogy most hogy hílelődünk. Van lifesteerünk, oké. Okay. De az elementál damage az égetéssel, az hílel engem? Jó kérdés, mi? 19 másodperc. Ne! Ne! Miért? Miért? A francba, srácok. A francba. És... Tudjátok, miért nehéz abba hagyni ezt a játékot? Azért nehéz abba hagyni, mert olyan gyorsak a körök, hogy így igazából semmi belekezdeni egy másikba. Tehát ez még gyorsabb, mint egy Vampire Survivors. És így azt mondja az ember, hogy na még egy belefér. Úgyhogy ez az, ami így nagyon tetszik ebbe a Brotato-ba. Hát nézzük igazából, mi az, ami még így jött, hát ha most okosabbak leszünk így a végén. Tehát, ugye megtudtuk, hogy mikor jelenik meg. Nagyjából. 20 kör hosszú egyébként a játék, tehát jelenleg. Meta progression. Állokolni lehet majd új itemeket, weaponöket, traiteket, és a többi. Space Gladiatorhoz hasonlítják meg az izsákhoz. Na, ez tetszik? Jó kis izsák. Mondjuk írtátok is, hogy az izsákhoz hasonlít. Lesz-e benne kínai nyelv? Uh-huh. Nagyon jó. Új content, tehát két duplikált fegyver átalakítható egy erősebb, különlegesebb verzió, egy ritkább fegyverré, és akkor vannak szetek, és ha több fegyvert viselsz ugyanabból a szetből, akkor bónuszokat kaphatunk. Ugye ez a bónusz, jó lenne tudni, hogy ez micsoda. Ugye most már, hogyha eladunk egy, tehát hogy lehet recycle-olni a fegyvert, 25% bónusz, tehát hogy a 25% az eredeti ár 25%-áért, a harvesting, amit mondott Scott is, meg amit néztünk az elején, az az, hogy materiált és XP-t ad a kör végén. Négy új fegyver. Ugye ebből nem mindegyiket próbáltuk ki. A tréteket meg az itemeket se annyira. Igen, és a lokkolás is egy új dolog. A burning damage pedig elemental damage alakult át, ugye a villámlás miatt például. Na, invincibility frame van, hogyha eltaláltak, akkor ne az legyen, hogy instant meghalunk, hogyha több ember eltalál egyszerre. Tehát ez is például egy tök jó dolog. Tehát ha például berohansz sok enemy közé, akkor nem instant halsz meg, hanem hát az instantnál egy kicsit lassabban halsz meg. Jó. A reroll a shopban sokkal olcsóbb a körök elején. És 30 materiállal kezdünk a 20 helyett. Oké, mi az, ami még így érdekes itt? Armor upgrade uncommon rarity-vel kezd a common helyett. És az armor most már fele olyan hatékony, mint eddig.
Aha, tehát ha 20 damage-et bekapunk, és van 20 armorunk, 5 damage-et fogok bekapni, nem egyet. Ahhoz, hogyha 20 sebzést bekapok, és egy sebzést, tehát ha 20 sebzés jön rám, és azt akarom, hogy egyet sérüljek, akkor 30 armoromnak kell lenni. Ó, ez az armor akkor elég király, ki kéne majd próbálni. A dodge pedig 75%-ra van keperve a 95%-ért. Hát akkor gondolom, vannak, akik a dodge-ot felnyomták maxra, azt úgy nyomták végig az egészet. Illetve a lifesteal is keperve van 10 HP per szekre. A legtöbb common fegyvernek olcsóbb lett az ára. A legtöbb item újra lett dolgozva, oké. Okay. Balanszolva. Na. Több esélyed van arra, hogy egy fegyvert kapja shopból, amilyen klasszú fegyver már van nálad. Tehát a több az esély arra, hogy az adott klasszhoz hasonló fegyvereket kapja shopból. Király. Na, a fegyvereink most már misszelhetnek, és így 25%-kal kevesebb a misszelt sebzés, tehát misszel, de azért mégis sebez, de tehát nem nulla sebzést osztunk, hanem 25%-et. Tehát akkor ezért fontos az accuracy stat. A miss csökkentető az accuracy stat növelésével. Tehát akkor jelenleg az accuracy csak bent volt, de hogy így haszna nem volt. A nagy és charge-ról enemynek több HP-ja lett, a gyors enemik pedig lassabbak, és kevesebbet is sebeznek. A heal az 5 helyett 3-at heal-el. Csökkentették a lag hatását az item drop rate-re. A flamethrower burning damage-e az 5x8-ról 5x3-ra csökkent. Tehát akkor a flamethrowert azt így nerfelték. Na, az SMG 1 damage, 4 knockback volt, most már 3 damage, 0 knockback. És kisebb lett a fire rate-je. És a range damage-nek csak az 50%-a hat rá, ugye? Pluszba, gondolom én. Oké. Okay. Buffolták a cirkulál shoot, a hammert, a hammer az érződik, a spear-en én nem éreztem semmit. A rock nem fog adni dodge-ot. Viszont az uncommon és a rare tírje belőle armort ad. A torcsnak a cooldown-ja csökkent, tehát akkor az például, a torch run-unk az például sokkal jobb lett. A pistol fire rate-je nőtt, a rocket launcher robbanási területe nőtt, cooldown decreased, az azt jelenti, hogy buff. A cooldown reduced, akkor a fist weapon-nel most már lassabban vagy gyorsabban csapkodhatok vajon. A teaser damage-e elemental damage most már. Flaming Brass Knuckles. Ez most így nem is rémlik. Ó, és a Stick Build-et is nerfelték. Tehát, hogy most már a 8 damage plusz egy stickér, mert csak 6 damage lesz. De ez is csak a common stickeknél van. Aha. Az average-et átnevezték well-roundedra. Igen, a mutáns buffolták. Jó. A 200% damage with fistet átalakították inkább flat damage-re. De gondolom a 200% damage a fist weapon-nel a végén elég jó volt, viszont 15 damage az unarmed fegyverekkel azért az elején az sokat ad. Jó játék amúgy, de amúgyhoz képest igen, kipróbáltam. Na, Unharmer, örülök neki, hogy tetszik. Örülök, hogy tetszik. Tényleg én nagyon nehezen mondom azt, hogy állj, ennyi elég. Nagyon nehéz megállt parancsolni, mert tényleg olyan rövidek a ránok, hogy simán belefér bármikor. Tehát pár perc
Most lehet nyomni. Azt ki tudja, meddig jutunk el? A cooldown decrease meg a reduce az, az ugyanaz, nem? Lehet az egyiket elértek. Lehet amúgy, nem tudom, itt mire gondolattak a decrease meg a reduce-nál, de szerintem amúgy ugyanazt jelenti. Mert increase meg, érted? Ja, telefonon van hasonló, survival day a neve, kicsit butább játék, de ez a koncepció. Ó, köszi az infót. Szevasz, Zolka. Na, megjöttél, Zolka, ez azt jelenti, hogy nekem meg már mennem kéne, igaz? A Warrior River költék, hát az érezhető volt. A shoti most már nem lesz olyan pontos, de pierce, még jobban pierce-el és lassabban lő. Crazy. Nagyobb range. A range weaponnek már nincsen minimum range-e, viszont a max range csökkent. Azt nem is értettem, hogy minek csináltak ilyet. Az elemental damage és a más típusú damage már hatással, arra már hatnak a 100% damage stat. Arra már hat a 100% damage stat. Aha, tehát csak 100 ellenség jelenhet meg a képernyőn. Az enemy projectile speed csökkent. Nekem ugyanolyan gyorsnak tűnt. A van armbot buffolták, és akkor itt még van egy csomó fix. The damage stat has been removed. És van retry button, de ez nekem eddig is rém lett. Az egér elrejtődik, hogyha billentyűzetet használsz. Az amúgy király. Kontrollernél is, hogyha elrejtik az egeret, az is nagyon király. Az elemental damage az mi pontosan ebben a játékban, arra nem jöttem le. Az elemental damage, az például a vandal van, az égető sebzés, a lightning sebzés, ami a shivvel van, ami új fegyver, és elementál sebzés nyom elvileg a rakétavető is. Az elementál sebzés az ami ne, például nem a puskával csinálod, vagy a sima mili fegyverekkel. A torcs is például sebzel vele sima sebzést, de például az égetés, amit ráraksz az enemire, az például elementál damage. A teaser is például elementál damage-et lő, tehát hogy az egy külön sebzési típus. Jaj, a varázslat, úgymond. Igen. Jól van, itt amúgy még sok minden van a patch notes-ba, de... You have returned. Ezt most így... Hát na, nem így streambe akarom mindet lefordítani, átnézni, úgyhogy... Nagyon király, hogy jött hozzá egy 0.1.0-es frissítés, a Next Fest jó voltából, azért is néztünk most rá, srácok, hogy így tudjátok, hogy van ilyen, ne felejtsétek el, és hogy majd meg fog jelenni. Úgyhogy ennyit most egyelőre a Brotétóról. Remélem, hogy tetszett nektek így a Siege után.